A Braille írásról és olvasásról tartott szemléletformáló programot a LÁRKE, Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete a Vörös Marti Mihály Könyvtár Budajúti Tagkönyvtárában. A tájékoztatót követően lehetőség volt a módszer gyakorlati megtapasztalására, a Braille ABC, írógép, tábla, jelgyakorló és egyéb segítőeszközök megismerésére és kipróbálására is. Németh Éva, a LÁRKE elnöke elmondta, nagyon fontosnak tartják a szemléletformáló programokat és az integrációt. Egyesületünk azért tartja fontosnak a szemléletformáló programokat, hogy a látótársaink, a társadalmi szemléletformálás közelebb kerüljünk egymáshoz, és nagyon fontosnak tartjuk az integrációt. Megismerjék a mi életünket, életviteli sajátosságainkat, és itt is, hogy mint mi brájírás olvasást használunk, népszerűsítsük, mert a mai technika fejlettségeképpen mi is tudunk azért másféleképpen olvasni, hangos könyveket hallgatni, beszélő laptopjaink, telefonjaink vannak. A Braille írás egy speciális ABC, amelyet a francia Louis Braille alkotott meg 1821-ben. A módszer segítségével a született vakok is megtanulhatják az írást és az olvasást. Louis Braille fejlesztette ki. Ez egy 6 pont rendszer kombinációja, mint a dominónak a 6 pontját kell elképzelni, és ezeknek a pontoknak a változtatásaként jelennek meg a betűk. A jövőben a LÁRKE a Vörös Marti Mihály Könyvtár több tagkönyvtárában is bemutatja a Braille írást és olvasást, illetve iskolákban, óvodákban és intézményekben tartanak szemléletformáló programokat a látássérült emberek életviteli sajátosságairól.